Üdvözlők a kedves kollégákat, ez itt a Game Day iroda, azon belül is arénázni fogunk Hearthstone-ban. Vasárnapban elaludtuk a hajunkat, minden teljesen békés, úgyhogy most egy ilyen Game Day keretei közt megpróbáljuk megszerezni a 12 wint. Ungoró arénában kifejezetten jól működtem, viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz ez a Frozen trónos aréna. Ez az első lehetőségem, hogy a 12 winnek úgy istenkézában a közepébe kerüljek, úgyhogy most belemászunk ebbe a középbe. Megkaptuk a 14-es chestet, ragozni már nem tudunk. Ó, gyere nyíki, biztos kaptuk valami nagyon hasznos dolgot, egy aranylány. Nem rendeztem eleget ebben a szezonban. Nézzük át ezt a decket. Következőben egy Blood Mage Thanosom, semmi értelme nincs. Következőképpen néz ki a deckünk. Teljesen elhanyagolható early game-ünk van, ami a legnagyobb gyengessége a decknek. Ez arénában általában hatalmas probléma. Hogy tudtam eljutni 11 winning? Nos! Bocsánat, én lesokkolódtam, látok egy olyan lapot, amit még soha nem láttam. Mivel nem szoktam arénázni. Vrágul? Az mi? Az egy agro lap. 3/1-es is, hogyha az ellenfelet kinyírja, már pedig ki kell nyírni. Akkor kapsz egy 2-2. Elfogadható. Ezeket azért válogattam be, mert nincs early game-em. Csak hogy én csak constructidozom, tehát hogy ez a példa számomra teljes mértékben ismeretlen. Ennyi, de van egy jó Blackwater Pirate-om is, úgyhogy nyilván nincsenek fegyvereim. Viszont, ahogy megyünk feljebb, vannak itt azért megfelelő lapok, a két bondrék az tök fontos, egy darab Jade kártyám van, Spreading Plague az kötelező, de most már 6 manás. Azért már szomorú vagyok, én 5-tel kezdtem annak idején. És a win conditionünk az öreg Malfury jön, hogyha ezt kihúzzuk, megnyerjük a videójátékot. Ugyanis arénában behagyták a hírókat, ami egy teljesen OP dolog. Borzasztó, a meccseim javarészét Malfury jönnél nyertem meg. Van itt egy Enzot azt soha nem raktam. Neked 2 Ultimate Brokeback van ja, a neckedben? Igen, és igen, 2 Ultimate, igen, Anal Sex van itt a pakriba. Ez a másik win conditionem, hogy ha minden elveszett, ha mindent kijátszottam és irgalmatlan háttérben vagyok, akkor ezzel fel tudunk mászni az ellenfél seggébe és vissza tudunk jönni akár honnan. Tehát alapvetően ez egy teljesen elfogadható pakli, az early game-e borzasztóan gyenge, de megfelelő defletől mennyiségünk van, hogy esetleg még egy Enzottal is visszapörgessük, mint a harmadik win condition. Én úgy gondolom, hogy el kell kezdenünk. Kezdjük el. Egyébként mondtad, hogy nehéz az aréna, kivéve, ha behúzol egy hero kárdot, én nem hiszem el, hogy még mindig benne van. Ja, teljesen abszurd. Teljesen abszurd, hogy 4 hónap múlva, amikor már senki nem fog érdekelni, akkor kiveszi a Blizzard. Na nézzünk meg, kapunk-e első múlige, jaj, Priest, az baj, akkor annak 46 gólemje van. Mind control. Aha. Jó, nem baj, nem teljesen vészes, ezt el fogja vinni. Úgy, de nincsen másik early game-ünk, úgyhogy az alapvetően jó. Enzotot visszadobjuk, Malfuriont szeretnénk látni a kézben. Jöjjön ki, gyere, Enzot, nem, nem baj. A Strong Shell Scavenger is egy remek win condition, hogyha az ember jól csinálja. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem vagyunk nagyon rosszak. Nem vagyunk nagyon rosszak, ugyanis, hogyha... Ó, ott van a szinergia! Ugyanis az arénának a lényege mostanában a szinergia, hogy az első két picket, amit kapsz arénában, az általában ilyen szinergia alapú kártya. Ez rohadt fontos. Ezen áll vagy bukik a dolog, hogy az ember mennyire tud elrohanni. Ó! És most egy nagyon fontos kérdés. Lerakjuk-e őt, mert hogy van egy olyan kártyája, hogy Potion of Madness. Én úgy gondolom, hogy le, mert hogyha szerzünk egy health-et, akkor megnyerünk. Csak a health jó. Vagy a stealth. Health vagy stealth. Játsszuk ki, fussunk el, úgy sincs meg neked. Health. Nagyon jó, ez, megnyertük a videójátékot. Megyünk előre. Ezzel nem tud semmit csinálni. Shadow World Paint. Tauntot is lehetett volna, hogy aztán ezt kijátsszuk, mint 4/5. Az... De... Nem. Erre nem játszunk most. Jelen pillanatban nem hülyeskedünk. Ott a Potion of Madness. Így van. Semmi gond nincs. Bele tud-e valamivel menni? Megvan a Murlocod? 2/1-es Murloc következik? De szerintem igen. Nézzek, ott van. Ott van. Nem, három. Mind Control Tech. Nem baj. Ugyanis most jövünk a... Hát, ezt most játszotta el, és ez... Most játszotta el a Potion of Madness-ét, és ez azért... Jó. 4/6-ot jelent, statot jelent. Én úgy gondolom, hogy az on-curve játék a lényeg, ugyanis utána lerakjuk az öreget. Igen. Vagy most rakjuk le az öreget, nem, mert akkor folyamatosan veszítjük a manákat. Ezt nem így játszunk ki. Dögölj halálra, és megyünk tovább. Következő körben tudunk egyet ütni, lerakjuk a Spawn of Enzotot, és ha valahogyan ez sikerül, akkor rengeteg buffot lényük lesz. Jó van, ezt szeretjük, ugyanis úgy van, így van, csókolom,
rohanunk arcba. Hogyha ezzel nem tud mit csinálni, mert Holy Novát be tud ütni, de még azzal is kapunk. Ez elég over extension. Én nem tudok arénázni, bocsánat. Nézd, Holy Novával vissza tud jönni, de én úgy gondolom, hogy még azzal se vagyunk nagy szabban, mert előtte a körét is nekünk van egy 3x3-asunk. Úgyhogy alapvetően itt a tempót kell megtartani, többet már... Nagyon jó. Többet már nem kell izgulnunk emiatt. Itt az Enzot, aki vissza fogja őt hozni, és a Volatile Elementát nem fogja visszahozni, mert ez potionat rendeszelték. Ez egyelőre nem jó, de még itt van egy Death Metalunk. Oké, következő. Ez hogy fogjuk kinyírni? Először, hát... 2, 4, 7. És maradnak a 2x2-eseink. Vagy... És ja, meg ő is életben marad. 2... Hát ezt így kell csinálnunk. 2... Jó, leállítjuk előtt. Igen, kérlek szépen. És egy Hero Power. Így van. Jaj, de hülye vagyok. Csak egyel kell belemenni. Igen. Jó van. Megdöglött. És megyünk arcba. És gyerekek, Priestellen van két 4 attack minion. Így van. Most következik a Dragon Fire Potion. Nem baj, mert most már a Death Rattle-re megyünk. A late game-ünk az megvan. Tehát most, ha amennyiben nincsen neki AOE-je, akkor biztos, hogy veszítek. És nincs AOE-je, úgyhogy nagyon jók vagyunk. Bondréker, jövünk le. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban Face is the place-nek kell lennie, de nem lehetünk hülyék. Mondjuk, hogyha lenne Dragonfire potion-je, biztos, hogy eltolta volna. Igen. Hát akkor figyelj. Nincs hülyéskedés, megyünk harcba. Egy kör, come on! És utána már lassan, már minden nem tud menni. Gyerünk, most ne lakja semmit. Bon, mert nem baj Imre, Bon, nyertünk! Nyertünk! 10x10, 4, nyertünk! Nyertünk! Megvan a 12 mint! Az isteni! Ide jövünk, oda jövünk, megyünk! Selecteni minion! Sikerült! Hölgyeim és uraim! És nem kellett a Malfurion, hanem tiszta tempójáték, tiszta betippelés, hogy milyen kártyákat húz ki. Tök jól körbe játszottunk mindent. Ráéreztünk, mikor kell arcba lenni. Kérjük szépen a Frozen Throne első 12 vinnyét. Fucking awesome! Na, reméljük, hogy tanultatok valamit egyébként. Ebből a videóban fog még ilyen aréna tippeket, trükköket átadni, mert úgy néz ki, hogy megint eléggé jól megy. Mindenesetre ezek az alapok, gyerekek, az egy dolog, amire figyelni kell. Milyen kártyai lehetnek, és hogyan tudjuk a legtöbb tempót kihozni a menetből. Rengeteg arany, aminek én nagyon örülök. Nézzük meg azokat azt az egy darab paklit. Legendary. Melyik hírom nincs még meg, várjál? Valamelyik Prince nincs meg, vagy melyik? Valamelyik Prince, de szerintem Frost Leech Jaina sincs meg. Legendary! Nincs! Nem baj, nem érdekel! Hatalmas győzelem, így vagy úgy. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Mi most megyünk tovább, forgatunk még pár gaming anyagot nektek. Úgyhogy egyelőre csókolunk. Szevasztok!